Mindenkinek ma augusztus 17 van, megy a mosógép, már le is járt, mindjárt kiteregetek. Szóval azt akartam mondani, hogy ma kivettem egy kiló darált húst, és 4 ételt fogok belőle készíteni, tehát kiolvat egyszer a hús. Először is fő a bolonyai spagetti, a ilyen gyerekes nap van, illetve a megmaradt bolonyai cukinibe fogom tölteni, és úgy fogom megsütni. A darált hús másik fél kilójából pedig lett ide berakom 3 kis töltött paprika, illetve utána tovább fűszereztem ezt a darált húsost, és fasírtnak való 2 nagy dobozza, megy be a fagyasztóba. A legközelebb arra van kedvem, hogy ne vigyem magamat túlzásba itt a konyhába, akkor csak előveszem a kész alapanyagokat, és megfőzöm vagy megsütöm. Úgyhogy ennyi, jövök vissza majd a kész fotókkal. Jó étvágyat! Na, milyen ízű a bolonyai, Marcika? Finom. Jó étvágyat! Isten, jó étvágyat! Hát jó reggelt, sziasztok! Én már készítem a mai ebédet, úgy volt, hogy cukkini lesz így töltve ilyen bolonyai ragúval, de elfogyott a bolonyai ragú, úgyhogy mutatom, hogy mit készítettem. Vagyis hát még csak 7:30 van, szóval sárga cukkinit vájtam ki, és sóbors olívaolaj, és csináltam egy ilyen tejfölös, kaprós, sörfelvágottas töltetet, ez kerül rá, sütőbe meg fogom sütni, és sajtot reszelek majd még rá. El is készült az ebédem, ez a töltött cukkini, és azt akartam nektek mondani, hogy fólia alatt sütöttem, 45 percig, utána levettem a fóliát, és 5 percig felső sütésen raktam rá egy kis sajtot. Na, sziasztok! Elkészült ez a remek mű. A töltelékbe sörfelvágott van, kaprós, borsos, sós, tejföl, és a végén lett rárakva a sajt. Nagyon izgatja a fantáziámat. Nagyon régettem ilyet,
Hál' Istennek a gyerekeknek volt bolonya, úgyhogy csak magamra kellett ma főznöm. És meg is nézzük. Hát így néz ki, úgyhogy nagyon-nagyon jól néz ki, és most meg is fogom kóstolni. Na sziasztok, akkor meg is kóstoljuk ezt a cukkinit, hogy milyen, milyenre sikerült. Sárga cukkini, kertből van, nem a mi kertünkből, apukámik kertjéből, és házi cukkini. Pici olívaolajjal öntöttem meg, mikor sült. Isteni. Nem tudom. Olyan, mint a töltöttök. Jó. A mai ebédünk borsóleves lesz, bébi répával. Gyerekek összekaptak, most jöttünk haza a játszótérről, és hamis túrógombóc. A mai ebédünk egy ilyen zöld borsóleves, petrezselyemmel és bébi répával. Jó étvágyat! Ma augusztus 20-a van, mivel nem megyünk sehova, így főznöm kellett. A mai ebédünk tegnap romolott borsóleves, és sült csirkeszánt készítettem rizsemmel, rég volt rizs, és ecetes uborka salátával. Bőröset szedek. Na, szedjél. Egy. Nyert. Isteni, akkor jó étvágyat, egyétek! Házi banánfagyit készítettem, 3 érett banánból és natúrjoghurtból. Megy a fagyasztóba, a tároló pedig a Pektóban szerezhető, 430 forintos. Pinyom? Igen. Pinyom? Banános fagyi jégkrém. Mai ebédünk tegnapról még maradt szilvaleves, és vettem ki a fagyasztóból fasírtot, amit valamelyik nap elkészítettem, ugye láttátok szerintem, hogy lefagyasztottam, egy adagot kivettem most, pont jókor jött, nem vagyok főzős kedvemben, és azt fogom megcsütni, illetve sült krumpli lesz hozzá, maradt még paradicsom saláta.
Így még sose jártam, hogy hát nem lett szép a fasírtom, mert ugye a fagyasztóból vettem ki még este, és nem engedett ki talán teljesen, és vizes is volt, egy pici vizet engedett és leragadt. Úgyhogy abból a sok fasírtból ennyi lett, és ismételten nincs rajta a panírmorzsa, csak maga a hús, illetve volt belekeverve egy kis áztatott kenyér, és természetesen fűszerezés is volt. Úgyhogy igen, ilyen lett. Itt vagyok anyánál, és van szerencsém végre megkóstolni valamit, amit süt. Ez a körözöttes pogácsa. Körözöttes. Úgyhogy mindjárt meg is kóstolom, hogy milyen. Lesz róla videó, vagy már van róla. Kóstolom már. Jó, Ancikám, jó kis sós. Már nincs elsózva, hanem hogy nem sótlan. Igen, mert általában sódlanok szoktak lenni a pogácsák, és akkor mindig utólag a tetejére szórok ilyen nagyszemű sót, de volt egy receptem, amiben fel van írva, hogy mi sósabban szeretem, két kanál sót tettem bele. És általában egy kanállal szoktak, de mi is sósabban szeretem. Jó kis puha tésztáj, pedig ezt tegnap sütöttem, ugye? Tegnap sütöttem. Vivikének finom? Egyszer van hajtva. De majd lehet, hogy addigra lássátok a videót, még most nincs fent a videó, mert tegnap csináltam, és majd meglátjátok, hogy hogy van hajtogatva. Nem úgy, ahogy általában, hanem így beiglibe fel van tekerve, és nézd meg, milyen szép vízi. Nagyon jó. Hát ennyit úgy jutottam benne, hogy ugye a túrós, szoktam csinálni is túrós, és most körözöttes lett. Hát Pincsi. Szóval ennyi. Ismételten szilumom a remek műve, Vivike már kóstolná is, ez a saslik, ez a gyümölcsös csirkemellás, és maradt úgy, hogy én ma ezt fogom otthon ebédelni, otthon fogjuk megkóstolni, mert még most nincs ebédidő. Sziasztok, a mai reggelim velős csont lesz, pétós kenyére, anyukám küldte és nagyon szeretem, régen ettem, már senki nem szereti rajtam kívül, úgyhogy ezt fogom most megenni.
Szóval megkentem a kenyeret, egy pici paprika, só, bors és egy kis koktélparadicsomot eszek hozzá. A mai ebédünk bolonyai, spagetti, csőben sült, sajttal sütve, üveges bolonyai Lidlből. Marcival eszünk ketten, többiek nincsenek itthon. Szerintem már ettem ilyet egyszer. Nem a legfinomabb. Volt ennél jobb kaja is. És lesz is. Jó étvágyat! Köszönöm szépen!